Isti! Damn, son! Isti store a leírásban. Na sziasztok gyerekek, ez egy különlegesebb gameplay videó, ugyanis lesz egy kis unboxing, és így van Watch Dogs 2 PlayStation 4-en. És Suki, real quick, van rajta ilyen szép nyitó kis szalag, de én azért szeretem a kést használni. Alright, let's take a look inside. Van itt egy Watch Dogs 2 Season Pass első körben, ez csak egy kis ajánló. For Honor 2017, kis promós cucc. Hát nem hallottam erről a játékról még, de ez valamilyen nagyon ilyen alternatív középkori témának tűnik. Van egy kézikönyv, ami meglepően vastag, ahhoz képest, hogy szoktak lenni mostanában. Fekete-fehér, tehát ugye szintén nem színes, de van valami hozzá legalább. Tehát azért ez ritkán szoktam látni mostanában már így a Next Gen konzolok körében. Ugye valószínűleg lesz itt magyar nyelvünk is, van persze magyar nyelv is ugye nyilván benne. Valamint a játék is egy magyar nyelvű, tehát magyar feladatot kapott. És ugye itt van még a lemezünk simán, ami itt van fantasztikusan. Oh. Na, olyan friss, olyan abszolút friss, ugye megjelenés napja van, amúgy őrült játéknak tűnik. Nézzük már meg együtt is, mit gondoltok róla. Itt vagyunk egy server farmon, Los Angeles, Kaliforniában. És valamiféle adattomat kell törölni egy ilyen tárhelyről, vagy valami ilyesmi. Na most az irányításról egyelőre annyit, hogy érdekes, tehát hogy sprint az bal analóg karra, ugye nyilván bal analóg karra futsz, vagy mozogsz, jobb analóg karra a kamerát mozgatod, és az R2-vel navigálsz, tehát hogy bújj el, így viszont működik. Aha, fedezékbe húzódás, érdekes. Szóval, hogy az R2-vel vetőtát ilyen akadályokon, meg ilyesmi. Mi az, nyom meg az X-gomb fedezék, igen, körgombot vagy húzd vissza, fedezék elhagyásához, alright, szépen becserkészük, le tudjuk ütni vajon? Közelharchoz, aha. Na hát nézzem. Nem merek annyira közel menni, mondom őszintén, hopp. Fedezékből. Jaj, nem ezt akartam, jaj, jó, nem vett észre. Jó, van azért settenkedési játék, nem kevés. Aha, figyelj. Hoppá. Jó! Azt a mivel? Az micsoda? Jó, beszarok! Milyen pro! Amúgy a becélünk azt, hogy retro, ez már most adja nekem. Oké, oda hogy megyek át? Mászd meg. Mi van? Célzás, tüzelés, oktató anyag. Köszönöm, azt most én nem kérem. Hosszan felszerelés tárcsa megításhoz. Mi van? Hosszan. Igen, az is tuki. Kábító fegyver. Előveszi. Kamera. What is happening? Megkekeltük a kamerát, ennyi volt. Oké, és akkor itt vannak. Aha. Biztonsági egység. Jövedelem 92.300 dolcsit kap. Hipnoterápiával küzd a fóbiái ellen. Na hát ez egy fontos információ, úgy érzem. Beszarok, komolyan mondom. Na, mi legyen még? Oda is át tudok menni? Aha, az vagyok én. Old school rappet hallgat. Marcus Holloway. Munka nélkül jövedelem $0. Jó. Magamról is tudok már dolgot. Oké, ott egy csávó. Rendben, és akkor most azzal mit csináljak? Jó. Fél meg volt. Csak nem le kell ugranom, ne szórakozzunk már. Ja, itt a létre. Vagy lépcső, jó. Úgy de béna vagyok. Jó, nem baj. Gondolom ez csak itt a tutorial rész egyébként, úgyhogy... Elmagyarázza. Egy emberre emlékszem. Na nem baj. Fél kamerát. Használjuk azt a kamerát még egyszer. Tehát volt ott egy... Van egy... Dion Dimaville. Ő az, aki hipnoterápiával küzd a... hülyeségei ellen. És van egy... Clay Chadwickünk jogoslatlanul birtokol állami tulajdont. No fene. Mindjárt leütjük a rákba. Umeni biztonsági egység. Jövedelem $97.300. Az nem rossz pénz azért egyébként most így átszámom. Na, srácok. Akkor egyik ilyen pszichopata, a másik meg indokatlanul birtokol állami tulajdont. Nagyon jó. Jó pofák vagytok, hopp. Hopp, 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 hopp. Oda kell bejutnom, jó. Ne üssük le, leüssem ők, figyelj fel, nem most. Kit izgatom úgy. Hopp, jó, ott elő! Zseni az a jó. Nagyon király, Stukit nem tudom felvenni. Még nem akarok randalírozni, nem arról van szó, csak hogy így, na. Elég jó az osonás amúgy. Meg tetszik, hogy be vannak jelölve, jó az a wallhack.
Hogy volt az állami tulajdon, bátya? Get down! Legközelebb kétszer gondold meg! I wanna play a game! Jó birtokoling állami tulajdon! Jó, hagyjuk. Na, ide kell bemennem? Valahogy nem hiszem, hatolj be a... Oké. Okay. Behatolok én. Jó a mozgás, tetszik. Tehát jó, jó, jó irányítani a karaktert. Nem, hogy mondjam, a... nem tudom, igazából van olyan játék ugye, ahol picikét így kicsit körülményes, kicikét így még tovább megy. Itt is van egy ilyen megállási animáció, de pont ott áll meg, tehát pont így ki tudod nagyjából így tapasztalni, hogy hol áll meg a karakter, és így nem fogsz leesni talán annyira, annyiszor. Oké, ott van valami. Oda én valamit tudok. Hadd nézzem meg, várjál, nézzük már meg, azzal lehet-e valamit csinálni, ott az a bütyök, nézd meg. Hadd nézzük csak, mi ez? Nyisd ki. Oké, kinyitom, és akkor áramot le tudom kapcsolni, vagy mi lesz itt? Ó, fölnyomja Instagramra a képet. Na, jól van. Mai napunk is jól teljesült. Mi történt? Valami... gombot L1 hekkelő ajtó kinyitásához. L1. Kinyomtam. Érdekes. Nem tudom, mi történt, de az nagyon. Aha. L1. Aha. Lehet, hogy ez kellett mindenféleképpen, nem tudom. Oké, eddig eljutottunk, jó. Azt a rohadt, micsoda szerver. Szoba. His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC and he's got cred. Figured we'd give him a test drive. Hú! Nobody's been able to delete their CTOS. Nyilvánvalóan egy rohadt zsenik vagyunk kb. A játékban, tehát itt most magyarázzák rólunk, hogy mi van. Olvassátok, nem tudom miért magyarázom egyébként. L1. Jó, azt már kinyitottam, ugye? Nem nyitottam ki. Ja, open. Oké. Okay. Ide is benézzünk. Nézzünk be! Be mindenhova! Ja, ez lett volna az ajtó. Nagyon jó. Na. Hát, figyelj. Hop. Kicsi sötét van, nem? Nem tudom, miért osonok itt, ez... az ott nem fog látni. Hát a francokat nem. Ó, oh, bakker! Jaj. Tehát milyen feelingem van most, mint a Matrix elején, az első részben, amikor csótom ezt Anderson, amikor bujkál ugyanígy az irodába. Irodáról, vagyis ilyen fülkéről fülkére, vagy nem tudom, minek hívják ezeket, boxok? I don't know. Jó, hogy nem látnak végig, hopp. Mányítom az ajtót, nyílik. Hoho! Na? Mi az, hogy tubátja? Mi van nála, smoothie? Megadjál le! Jó általi halál! God damn, son! Bírom ezt a jót. Smoothie-ból nem tudok inni egy kicsikét? Ilyen lootot. Mász be a szerver toronyba. Are you for real? És az hogy se... Hoppá, haver! Hát te se vagy az éberségűvel, nem ittál kávét. Te sód itta az izé, smoothie-t. Hol kell fölmenni? De ezek jók az árnyékok amúgy, szép! Jól fut! Amúgy tényleg azt kell, hogy mondjam, PlayStation-on játszom, PS4-en. Nagyon jól fut a játék, meg szép is. Mi történik? Válaszolj az aktuális az új online profil arcképét. Mi az, hogy erre egy... Ja, hogy... Nem mondod, hogy ezek a képek vannak. Jó, hát... Fogad, se ilyen fiú! Mik vannak itt? Egy neves bűvész rokona! Fog DVD-ket értékesít Japánban! Közösségi média guru! Főállású apuka! Gazdag örökös! Milliárdos párja! Leszek a milliárdos párja! Hops! Oh! Fuck you, Bloom. Ezt azért így megnéztem volna, hogy ez hogy volt ez fizikailag ez a dolog, nem baj. Bekerültünk a DedSec nevű feltételezem hacker csapatba, akik felveszik a harcot az állam, illetve a kormány uralma ellen, akik ugye mindent megfigyelnek, mindent irányítani képesek ezzel az új programmal, össze vannak kapcsolva az okos eszközök, ez azért para. Hát,
Fel van adva a lecke. Kicsit kiütöttem magam, olyan, mint Kyrie Irving egy kicsikét. Ubisoft bemutatja, tök jó azt így látni. Whose phone is this? It's your new phone. Where is my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Hacker tanyán. Irány a hacker tanyat, gyerekek! Hú, valami ruhát azért veszünk, mert ez a trikó, ez eléggé John McClane-es, csak hát egy négerrel vagyunk, és legyen inkább valami swag! Jézusom öreket, Astot, hol vagy? Ott egy gágyi. Mi történik itt? Jó, nem baj. Ez az Baby Watch Dogs 2, come on now! Szépen ki a világban, na hadd nézzem. A környezetválasztás 5-ös. Nagyon király, tényleg Silicium völgy, Kalifornia, Golden Gate Bridge, gyönyörű, milyen szép az a víz. Ez már Game Engine. Ez Game Engine. Nagyon szép. A víz milyen szép. Ugorj bele, bátya. Ha hogyne. Hú. El tudom lopni a hajót? Én ellopom a rákba, a szitárával beszélek. Irány az alkalmazás bolt. Jaj, nem tudok el, nem félek el, várjál. Hogy volt ez? Elvileg a... Wow, hova lett? Hó! Oké, nem baj. Föl tudok mászni a hajóra? Elég bénál az a hajó, én műanyagnak tűnik. Nem nagyon tudok fölmászni. Mondjuk gondolom a stégről kellett volna. De hát feltételeztem, hogy... Majd így itt fölmászok, de hát ez így halott ötletnek tűnik. Mert helyette így... lekúrja magát. Jó, nem baj. Az úszás az jól működik. Ott egy kutya a stégen! Az a csávó még dobálja a köveket. Mit csinálsz, tesó? Kacsázol? Te va? Tudunk dumálni? Mit tudunk csinálni? Vannak ilyen tauntok elvileg. Jaj, nem akarom. Bocs, ne ijedj meg. Aha. Fegyverek elrakásához nyom meg a fölfele gombot. Megnyomtam a fölfele gombot. Föl tudok menni vissza? Mászás? Jó. Na várj, nézzük, hogy mit csinál. Hogy hallgassatjuk bele? De kurva büdös ez a szar. Sör és tojás fehérje, mit vártál? Szóval tedd a fejed az asztal szélé és állítsd be úgy a hajadat, hogy szeretnéd. Oké, megvan. Lopja a kábel szolgáltatást. Most öntsd rá a cuccot és már is megvan a... Beszarok. Ezek a beszélgetések, ezekbe érdemes lesz belehallgatni, úgy veszem észre. Kutyú? Kutyuk! Szevasz, kutyú! Nézd már! Na mi van, Blöki? Veled Mizu? Azt a rohadt. Na hagyd lopjam el ezt a hajót. Nem így gondoltam. Rajta vagyok! Na figyelj, hogy indulok el? Oh shit! Vitorla bontása, R2. Igen. És... megyünk! Azt a rohadt életbe, gyerekek, vitorlázok! Hát azért gyorsan elkaptuk azt a szelet. Megy ám, hallod? Ja, a szélirány is mutatja, beszarsz a térképen, mutatja a szélirányt. És egyébként is szélirány a vitorlás sebesség. Most belekapott? Bele, úgy. Come on! De zsír! Azt a mindenit, jó. Oké, hova menjünk? Oda menjünk, ahova kell. Az hol van ez a hacker tanya? Mutatja a térképen, mekkora a térkép? Hold on. Wow, az applikáció volt, az majd később. Várja, hol az izé? A térkép, az mutat valamit? Az micsoda zene? Külön a zenét lehet változtatni, jó? Mondjuk ide ki akarok kötni, mi történik akkor? Ja, hogy így bevonja a vitorlát teljesen, aha. Ez tök jó az a mechanizmus, hagyjad már! Jaj, mi történik, hogy rámegyek? Jó, semmi. A fúkák, csezd meg! Nézd már, ott espednek, beszarsz! A szeleti azok nem is fúkák, sőt biztos nem, hanem totál mások, de nem tudom, hogy mik. Azt a mindeni gyerekek, ez a világ, ez él, mint az állat. Hopp, ott van valami koponya. De föl tudok mászni? Veszélyesre tűnik ez a szikla. Na? Nem tud felmászni. Jó, nem baj. De oda se tudsz felmászni.
Kutatás pont felfedezve a közelben. Kutatás pont. Alright. Menjünk csak vissza arra a mi kis hajónkra. Valahova ki kéne kötni, de hova? Nincsen stég a közelben. Ez meg, ez csak egy ilyen, nem tudom mi, ez az állatoknak van itt fenntartva. Hát, zseniális, komolyan. Oké. Na jó, akkor megyünk tovább, figyelj. Vitorlázunk. Aha, gondolom tartani nem tudok nagyon. Dehogy nem beszarsz! Jó. L1. Az most nem kell nekünk. Na mi a szitu erre? Oda ki tudom kötni valahova a hajót? Vagy ide megpróbálom. Figyelj. Hát na mindegy. Ó! Jó. Ugord át. Ugord át. Ugord át. Jó, és már itt vagyok. Na, király. Oké. Okay. Na. Kim vagyunk a szárazföldön. Mi van itt? Barbershop. Be tudok menni? Szerintem oda nem tudok menni. Milyen király lenne külön szakállat? Nem, én nem tudok. Igen, igen, igen. Ez ilyen izé. Kutatási pont felfedezve. Jó, térképet azt hogy tudom kezelni amúgy? Ezt nem igazán magyarázta még el a játék. Ja, itt lesz lehet. Várjál. És hol? Scout Driver SF. Az alkalmat a többet is módon nem érhető el. Oké. Okay. Lehet, hogy meg kell vennem a térképet? Noodle térkép. Telepít. Föl kell telepítenem az appot, gyerekek! Zseni. Oké, okay, mit akarok még telepíteni? Tele, izé, oktatóanyagok? Az nem kell. Galéria, Director's Cut, Song, autórendelő. 5 dollárba kerül. Jöjjön! Autórendelő, és sofőrrel? Driver SF, Scout X, ez mi? Válasz ki! Fedezd fel a világot Scout X-el, ez a lépszerű felfedélytő alkalmazás segíti, hogy nevezetességeket megleld. Jöjjön! Jó, ez már fönt van nekem, akkor valószínűleg jó. És akkor kirakta valahova izét a térképet? Itt a Noodle térkép, Noodle beszarsz. Keresd fel a ruházati boltokat. Én megteszem? Az a tervem, gyerekek, hogy nézzem. A Gates lakó hajók. Gyors utazás, vitorlás, hajó kereskedés. Az még úgy odébb lesz, bőven beírem most egyre egy ruhabolttal. Torquay Red, gyors utazás. Ja, hogy már egyből, fős, jó. I take that, gyerekek. A robbanó szerkezetek és környezetben irányított detonációk leghatékonyabb eszközök a páncélozott ellenség kiirtására. Oké. Okay. Jaj. Na és ide is rakott egyből. Egyből be tudunk menni, tök király. Oké, okay, és akkor hogy néz ki itt a ruhával? Várjál, ragd már a fegyvert, haver. Ne szórakozzunk már. Beszélgetés. Na, hadd dumáljak vele. Hey, you can change in the back. Have a good one. Oké, okay, ez aztán... Jó, ide jövök és akkor vásárolj. Aha, tehát oda kell menni a izékhez, jó? Kalap! Na, várjál valami swag. Felső rész, hát ez gyönyörű. Tetszik, hogy nagyon gyorsan betölti a játék azt, amit fölraksz. Ezek a bőrcsekik, ezek valahogy nem illenek a kaliforniai meleghez, nem? Meg ezek a bőr mellények. Hát igen, Torquay Red Bike Shop, igen, ez egy motoros bolt. Igen, a legjobb helyre jöttem gyakorlatilag. Nem baj. Szemüvegek. Hát nem tudom, valahogy így prémium. Aha, ruhatár. Wow. Ja, ez az alapruhám, ugye? Kalap. Oh, shit. Most nem tudom egyébként, hogy egy motoros hogy illene a most komolyan, hogy illik egy motoros a vagy mi, egy néger a motoros boltba. Szóval én innen nem veszek semmit, hogy néz neki? Dehogy is veszek. Várjál. You know what time it is. Jó, persze, meg fölfogjuk. Na, nézzük a robogót. Wow! Oké. Fel az autópályára, baby. Na várja, hogy van a telefon? Start, Noodle térkép. És ha arra megyek, az mi? Az egy étterem. 16. utcai állomás. Ez egy ruhabolt van amúgy? Ez a motoros? Hát nem tudom. És hol van az objektív egyébként? Mert ugye... Van feladatunk.
Azt kéne megtalálnom még, ugye? Csak hogy ezt hol? Hol találom meg? Ez az. Nem, az a motorbolt, várjál, mi ez a zöld? Kulcsolat, Gates lakóhajók. Yacht Club. Turista kioszk. Oké. Érdekes, hogy bárhova simán egyből el tudok utazni. Plainstock. Na, menjünk a Plainstockba. Tehát egy nagyon érdekes, hogy bárhova egyből tudok gyors utazni. Föl se kell fedezni a helyet. Gyakorlatilag nagyon vezetni se kell a játékba, akkor ezek szerint majd. Nyilván lesznek missziók, amikor menni kell. De ez így fura egy kicsit, hogy egyből minden ott van előtte. Tehát nyugodtan át tudok menni a térkép tök másik oldal. Nézzük, és itt vagyok. Gyorsan tölt, viszont azt tetszik nagyon. Meglepően gyorsan betölti a világot. Na, itt már azért normálisabb cuccok lesznek, nézzem csak. Rózsaszín cipő, tökéletes. Alsó részek. Ez milyen kombó, milyen prostó, nem? Ez egy egész jó farmer. Drágák, halt 119 dollár. Mondjuk reális ár egyébként, valójában is ilyesmi áron vannak. Hát, valami skinny jeans kéne neki. Ő ilyen skinny jeans formának tűnik. Hát, nem tudom, nem dobom az agyom azért ezektől. Kevés a gatya. Mint hogy élem ezt a gatyát amúgy. Hosszan kell nyomni, jó hosszan, jó? Kalap! Na hadd nézem a satyakokat. Ennyi? Ennyi van? Itt? Ebbe a boltba? Húha, ez nagyon rasta, Fari. Plainstock. De egy reklámsapka gyakorlatilag. 250 dollár. 250 dollár? Damn, ez is 190. Hát hagyjuk akkor. Felső részek, na hadd nézzem. Ez gyönyörű! Na ez komolyan, ez így egy az egybe. Plainstock, vagy stök. Ez nagyon, nagyon izi, exkluzív már. A pulcs azért nem is rossz, de miért vesz alá izét? Vagy mi van alatta bármi? Ez ilyen retkes. Ez jó ez a Jackie. Hordár harcos. Ok. Itt vannak még itt sima fekete pulcsi. Van ám kínálat. Azért felsőből sokkal jobb a kínálat. Legyünk ilyen melegítőben, nem? Nyomjuk így. Ez ugye a menő. Van pénzünk, bőven 5000 dolcsink van, simán költetünk. Tatyó! Na, fordulj meg, tesó. Ja, hogy csak a szín változik. Hát akkor illeszkedjen, nem? A labom milyen színű amúgy? Ja, hát... Nem fog érdekelni, akkor nagy változás. Jézusom, szandál! Crocs! Hüllő láb, azt mondja, lábnap. Fú, ez milyen béna így amúgy. Ne szórakozz, hogy csak ilyenek vannak, mert felkötöm magam a fára. Szandál! Az igen. Itt van ilyen izé. Túra Montara. Ez olyan, mint amit az Adidas gyárt egyébként. Fognak csinálni újrahasznosított cuccokból Adidas cipőt. Kicsit olyan feelingje van. De mi ez a sok szandál amúgy? Beszarok. Szerintem az a túracipő lesz egyébként, ez eléggé impozáns. 72 dollár, olcsóbb, mint a cipő. Bár ilyen lenne, vagy olcsóbb, mint a sapka, bár ilyen életbe élni. Na. Követőket szereztél, mert hogy jobban felöltöztem? Ok. Oké. Na, kaptam kódot. 2 kilométer. Oda elvezetünk azért. Mi ez a rák? És nézzétek meg, van élet a játékban, nézzétek meg. Nézzétek, mindenki él, zenél. Mi a helyzet veled? Szájról szájra terjed a híre. Utcai elő... 18.400-as a jövedelmed? Nem az évi, gondolom, a havi ezzel. Na mivel menjünk? Itt van egy jó kis furgon. Megnézzük ezt a furgont. Meg tudom hackkelni? Még érdekes lenne. Beszállunk. Jó, nem baj. Meg vagyunk. Jó, furgon és... Na, nézzük az irányítást. Mi van? Volt egy pénzes dolog, az micsoda? Scout X helyszín a közelben, az micsoda? Hoppá, bocsáss, ne haragudj, nem figyelek. Itt van valami zsé. Az micsoda? Hadd nézzem meg. Scout X helyszín. Ja, fönt van egyel, följebb van. Fölmegyünk, megnézzük mi az. A dollár jelet, én ott vagyok, ahol a dollár van. Egy följebb még? Nem.
Ezen a helyszínen. Itt van, nézd csak valami. Ott van valami felvehető. Na, ez nagyon jó, és oda én hogy nézze, hogy megyek be? Kamera. Ó. Oh. Robbanó festékpaletta hekkelés, halálos robbanás okozható. Igen, az micsoda? Gondolom ilyen loot. De várj, mi az, most meghekkelem, és akkor... De mitől hekkelem meg? Na várjál, várjál, menjünk innen, mert rám robban itt még a végén. Na nézzük csak, kamera. Hekkelés, halálos robbanás, gondolom ez. Oh! Közben lent az emberek totál nyugodtak. Wow, akkor megoldottuk, hogy kell bejutni. Hoppá, már jelentik a 911-nek. Ezt hagyj, vegyem föl. Mi ez? Hogyan keres pénzt? Többféleképp is tereszhetsz pénzt, teljesíts tevékenységet a világban, gyűjts pénzes zsákokat, adj el tárgyakat a zálogházban, emberek meghekkelésével és bankszámlájuk feltörésével. Ez mennyi pénz? 18 000 dollár! Az igen, öcsém. Innen húzni kéne el, mi? Shit! Ezzel fogunk menni. Ó, jön a zsaru! Oké, már itt vagyok. Hol a körözésem? Vaj. Ó, de furán irányítható amúgy. Ilyen nagyon, nagyon... Nem tudom, olyan, mint hogyha valami teherautó. Jó, 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 jó. Figyelj! Wow, extrém! Oké. Okay. Ne itt vagyunk. Honnan tudom a körözésemet? Jó, ott látom valahol, jó. Menekül. You don't say. Hopp, ott egy zsaru. Gyakorlatilag jó, ezt éljük, ez totálisan érthető. Visszafordulunk esetleg. Oké, elvileg van kameraváltoztatás is valahogy. Hopp, kiszálltam az autóból, jó van, háromszöggel. Nagyon jó. Talán vissza kéne menni érte. Menj, 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 a zsernyák rajtam van. Most köröznek amúgy, vagy nem? Nem, jó. Jó, akkor megnyugodtam, zsír. Na, akkor visszállunk a kocsiba. Melyikkel kell kamerát váltani? Aha! Van, beesni, nézed, milyen homályos! Wow, kicsit ilyen defókusz. Oszta, új, nagyon közel van! Ó. Oh. Várj, hova kell mennem? Jól látom. Ó, oh, oszta, nagyon közel van. Kicsit hátrébb húzhatná az ülést. Jó. Ó, oh, busz! A busszal, busszal, busszal kell menni! Tehát én élem az ilyen nagy dögöket, én élem ezeket. Muszáj menni a busszal. Add csak ide a buszt. Csöndbe legyél! Csöndbe legyél! Nem tudom ellopni a pénzedet. Csöndbe legyél. Beszállás. Ha! Vezetem a busz, gyerekek! Ennek van beesni nézete? Hú-hú-hú-hú! Shit! Kúra jó! Van egy pénzes zsák! Azt az a busz! Figyelj! Félreállunk. Úgy, úgy, úgy. Jól álltam félre? Figyelj, mennyire egyenes. Hú, adjad már, milyen egyenesen álltam mellé! Itt van valami zsé. Közben fantasztikus, hogy jönnek a rendőrök rám, de hát kit érdekel? Fölvesszük a szajrét. Hogy? Noodle mikroszámítógép. A csöves mellett a parkba. Oké. Okay. Noodle. Na hát ez nudli. Na, egyébként itt van a hely, ahova jövünk. Figyelj, megfordulunk, figyelj. Hopp, már alá kell szedni, már alá kell szedni. Kivisszük az oszlopot. Nem baj. Jön a izé, várjál, le kell hagyni a rendőrt. Várjál. Oh! Aj, de lassan fordul. Lehagytam a rendőrt a busszal. Lehagytam a rendőrt a busszal. Na, másfél kilométerre vagyunk. Jó. Oké, nyugodtan, nyugodtan. Figyelj, hopp, egy előzés. Hú, gyerekek, tökre élem, féltem, hogy gondoltam, hogy úgyse csinálták meg a belső nézetet a busznak, de meg van csinálva a belső nézetet a busznak. Hopp! És hasítunk, mint az állat. És tök jó egyébként az irányítás, szóval én tényleg ilyen buszos, ilyen jó lassan tekerődik, tekerhető a kormány, vagyis lassan fordulna. Áááá! Azt az, hogy mentem el mellette. Viszont az orrom, mint az állat. Na jó, hát busszal érkezünk, figyelj, hát most ebben nincs semmi kivetni való, úgy hiszem. És tetszik, él a város, mindenki csinál valamit az utcán, nem csak ilyen hagyhalottak, tök jó. Meg villamos, nézz oda! Azt el lehet lopni? De várj, az, hogy hogyan, az, hogyha kötött pályára rakom, akkor...
Na, hogyha a villamost el tudom lopni, megőrülök. Tényleg megőrülök. Tehát akkor komolyan mondom, itt a vége. Azért, mindent már ne lehessen, mert már én érezném magam szarul, komolyan mondom. Hogy milyen lehetőségem. Jó, már itt sem vagyok, nem kell rám húzni. De hogy rám húzza a villamos sofőr? Buszsáv! Itt a helyünk. Na. Hopp. Az, te mit keresed a buszsávba? Micsoda az udánk van? Nice stuff. Egyszer csak megérkezünk, ne aggódj. Hopp, itt most hirtelen úgy döntöttem, hogy bemegyek. Mindjárt megérkezünk, Wiz. Jaj, de nagy hív! Oké. El vagyunk nagyon amúgy ezzel a busszal, adjad már. Ott lesz egy trükksikátor, na oda! Asztal, adjad már, totálisan érzem. Hát azért nem olyan szűk az amúgy. Simán beférünk. Mi a Scout X helyszín a közelben? Ok. De megérkeztünk a helyszínünkre. És a célpontra. Hopp, 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 hopp. Hol van az amúgy? Ide jövök? Hova rakjam le a buszt? Várjál. Ide. Jó az. Magazine Shop. Landwire. Headquarters. Ez az? Aha. Hűha. Gondolom, hogy nekem tovább kell. Ja igen, jót mutatja. És akkor ide be. Ja, nyisd ki. Persze, te elküldték a kódot, elfelejtettem. El is felejtettem! Oké. Okay. Uha, jó kis üzenet fogad egyből. Wow. Jók ezek a színek, tetszik, hogy ilyen színes az egész játék. Akció teljesítve, otthon. Édes otthon. Sweet home Alabama. Mom, I'm coming home to you. Yo! Válasz ki egy képességet, majd tartsd nyomva azt a gombot. Kutatás, aha. Ja, ez lesz az easy skill fa. Két elérhető kutatási pont, jármű hekkelés, manipuláció, emberek adatainak megváltoztatása. Városi üzemzavar, bütykölés, botnevek, netek, mesterlövészet, távirányítás. Hát akkor legyen ez a manipuláció. És pénzt szívesen szednék el, az a helyzet. Előző csomópont miatt lezárva, ez mi? Kutatása kész. Hack figyelem, igen, gyarapíts detszek cuccot. Támadó szellem, figyelem, elterelés, indítása. Ennyit tudok egyelőre, és a pénz? Az majd később? Oké, okay, manipuláció. Na jó van gyerekek, hát igazából ennyi lett volna az első része a Watch Dogs 2-nek. Remélem tetszett egyébként ez a videó gyerekek, úgyhogy igen, nyomtok egy lájkot, kommenteljetek, azt a fel leírásba csomóniket megtaláltok. És hogyha szeretnétek még ilyet látni, írjátok meg tényleg kommentben, mert egyébként nagyon tetszik a játék, tiszta fán! Tök jó! Köszönjük a figyelmet, szervusztok gyerekek! Time like these are-